Hogyha mi megkérdezünk, hogy lélek, ő milyen nemzetiségű, indiai, vagy magyar, vagy orosz, vagy ukrán, vagy belarusz, vagy török. Ugye a lélek az anyagi test megjelölése fölött áll, mert a nemzetőség, amit mi próbáljunk így megkülönböztetni embereket, ez csak a testi, anyagi, a lélek fölötti áll. Isten ugyanúgy anyagi megjelölések fölötti áll, és a kultúra és a szeretet, ez is fölötte áll. Ezért ezt, amit mi prezentáljunk, ez nem indiai, hanem a lelki kultúra. Lehet, hogy Indiából származik, de mint a hindik és hindu fölötti álló dolog, ezért, mint a szeretet, anya, magyar anya hogyan szereti a gyereket, vagy indiai anya hogyan szereti a gyereket, van különbség? Lehet mondani, az indiaiul szeret, az magyarul szeret? Nem. Szeretet ezek fölött áll. Ezért Isten kultúra, Isten szeretet, az nem indiai és nem magyar, az lelki.